Kiváló hangulatban telt a Dózsa városrészi advent a hétvégén. Raduka Zsuzsanna önkormányzati képviselő a Korzó étterem előtt finomságokkal várta a városlakókat. Emellett pedig a körzet karácsonyfáját is feldíszítették a Margaréta Tagovoda óvisai által készített karácsonyfa díszekkel. Ebben az évben elég nehéz helyzetben van a város, az ország, de igyekeztünk minden körzetben a város szerte egy kis adventi ünnepséget szervezni. Igazából szeretnénk azt, hogy az emberek érezzék, hogy jelen vagyunk, és gondolunk rájuk ezekben a nehéz időszakokban. Ezért ebben a körzetben is, az ötös körzetben, itt a Dózsaváros részben is szeretnénk egy ilyen kis jó hangulatot teremteni, hangolódva a karácsonyra. A látogatókat finomságok is várták. A képviselő kürtös kalácsot, forralt bort, forró csokit és gulyáslevest is osztott az érdeklődőknek. Szeretettel látjuk azokat, akik itt megjelennek, egy kis gulyásleves, zsíros kenyér, kürtös kalács, forralt bort, forralt csokit és teát osztunk, úgyhogy fogyasszák egészséggel. A körzetben élő Német Lászlóné az ismerőseivel közösen segítkezett a finomságok szétosztásában. Elmondása szerint nagyon örült ennek a jó hangulatú rendezvénynek. 2019-ben választottuk meg képviselőnknek, nagyon jó döntés volt. Szeretnénk neki megköszönni azt, hogy most itt lehetünk, hogy ezt létrehozta. Természetesen az önkormányzatnak is ételosztásba segítünk. Próbált enni a körzetéért, tényleg rengeteget, amit csak tud elintéz, megcsinálja. Tehát tényleg egy jó választás volt. Egy igazi karácsonyi hangulatot próbál most itt szerintem varázsolni. Segítőkből és jó akarókból szerencsére nem volt hiány a meglepetések kiosztásában. A képviselő nagyon sok segítséget kapott. Forró gulyáslevest osztunk, forró bort, forró csokoládét, forró teát, ami kimondottan jó ebben a hidegben. A képviselő asszony megkeresett bennünket, hogy segítsünk ebben, hogy az embereknek tudjon osztani ilyen hideg időben forró italokat, forró ételt. Adventi forgatag itt is, ott is. A közösségi események lényege a szórakozás, és néhány kellemes órára a gondok elfeledése.